Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, és elérkeztünk a Xiaomi első slideres okostelefonjának tesztjéhez. Kicsit ugyan megkéstünk vele, de íme a Xiaomi Mi Mix 3. A Xiaomi az első mixer gyakorlatilag egy új trendet indított el, amit a többi gyártó is átvett. Minden évben, minden új generációnál próbálják egyre keskenyebbre csökkenteni a kávák méretét. Vannak ugye bár notchos, vízsebb notchos, kamerakivágásos, kiugró kamerás és slideres, vagyis csúszkás megoldások is, utóbbiak táborát népesíti a Mi Mix 3 is. Mivel a dizájnt leszámítva gyakorlatilag ugyanaz a telefon, mint a Mi 8, néhány eltérést leszámítva, ezért leginkább hozzá fogom hasonlítani a teszt folyamán. Ebben az elegáns fekete dobozban érkezik maga a telefon, és hogyha leveszük a fedelet, akkor egy üdvözlőkártya alatt találjuk magát a készüléket. Őt kiemelve pedig a különböző tartozékokat fogjuk találni. Ami meglepetés, hogy van alapból a telefon mellé egy 10 wattos vezeték nélküli töltőpad, van egy USB Type-C adatkábel, van egy Quick Charge 3.0 támogató 18 wattos hálózati adapter, illetve ebben a kis fakban találunk egy jack adaptert, valamint van egy tok is, amit most nem raktam vissza. Egy műanyag tokunk van, aminek az alja szabadon van hagyva, így nem zavarja a slidert a mozgásban. A Mix 3 előlapján leszámítva alul teljesen egyformák a kávák mérete, minden is sarkon lekerekített kijelzővel fogunk találkozni, ha pedig szükségünk van az előlapi kamerára, akkor egyszerűen le kell nyomni a kijelzőt és egyből be is jön a szelfizés. A vékony kávák ellenére a beszédhangszóró kivágása itt is elfért, telefonhívásnál tehát nem kell kinyitni a mobilt, ezen kívül itt van a közelségérzékelő, a fényszenzor és az értesítő LED is. A Mi 8-al ellentétben a hátlap nem üvegből, hanem kerámiából készült, ami sokkal strapabíróbb, ezen kívül megmaradt a fém keret, az előlapot pedig Gorilla Glass 5-ös üveg védi. A lekerekített hátlapnak köszönhetően kényelmes és kellemes kézben tartani a telefont, azonban a többi Xiaomihoz hasonlóan ez is meglehetősen csúszós, érdemes tehát tokban tartani. A fémkeret alsó részén kapjuk a hangszórót, a mikrofont és az USB Type-C portot, a jobb oldalon a szokásos gombokat, a bal oldalra került egy extra programozható gomb, aminél megadhatunk hosszú és dupla nyomásra is funkciót, fent pedig csak a zajszűrő mikrofont fogjuk találni. Fontos információ, hogy a Mi Mix 3 nem vízálló, nincsen sztereó hangzása sem, jól szól egyébként is hangos, de egy iPhone 10-es szintet azért nem üt meg a hangminősége. A csúszka szerintem teljesen élhető és jól használható megoldás a mindennapokban is, hiszen nem mindig van szükségünk az előlapi kamerára, azonban egy funkciót nagyon hiányolok, és ez az arcfelismerés. Azt rebesgetik, hogy valamikor szoftverfrissítéssel majd meg fogja kapni a telefon, de jelen pillanatban nem tudom azt megcsinálni, hogy előkapom a zsebemből a készüléket, lehúzom a kijelzőt és egyből fölismer, tehát autentikációra kizárólag a hátlapi új lenyomatolvasót vagy jelkódot tudunk használni, a szenzor egyébként Xiaomihoz híven nem gondolkodik túl sokat. A kijelző egy 6,39 hüvelykes, 1080x2340 pixel felbontású Super AMOLED panel HDR támogatottsággal, itt már abszolút átjön a teljes kijelzős érzés. A megjelenítés egyébként szuper, 735 nites maximális fénysűrűséget lehet vele elérni, a HDR-nek köszönhetően pedig élénk és kontrasztos a megjelenítés, a kijelzőre nekem nincsen egyetlen rossz szavam se, ez egyébként elmondható a Mi 8 kijelzőjére is, de ugyebár ott van egy notch, ami sokaknak tetszik, de talán még többeknek nem. A rendszer maga Android 9.0 alapokon MIUI 10 a Google novemberi biztonsági csomagjával. A Xiaomi felülete egyéb iránt nagyon felhasználóbarát, személyre szabható, témázható és fürge, azonban az alkalmazás listát felhúzással még nem tudjuk előhívni, pont ezért tettem fel rá a Poco Launchert, ami tök jól működik, de a gesztus vezérléssel hajlamos összeveszni, főképernyőre lépésnél szétesik az egész, de ez nem róható fel a telefonnak, hisz az alap MIUI Launcherrel nincsen semmi probléma. Ugyanazok a gyári appok és funkciók vannak a telefonban, mint a legtöbb Xiaomi mobilban, de mivel ez az egyetlen slideres mobil a Xiaominál, nézzük az ehhez kapcsolódó beállításokat. Egyedül ez a menüpont angol, minden más egyébként magyar, ha pedig belelépünk, akkor a csúszkához négy funkciót társíthatunk. Selfie, eszközök, tetszőleges appmennyitás vagy semmi. Az első szerintem egyértelmű, a túlszon belül van az időzítő, időjárás, hangrögzítés, számológép, vonalkódolvasó, jegyzett kamera és zseblámpa gyors elérése, az OpenN belül pedig bármilyen appot társíthatunk a mozdulathoz, akár a Facebook megnyitását is.
A márikához 5 különböző hangeffektet társíthatunk, de hogyha zavaró, akkor ezt ki is lehet kapcsolni. Hasonlóan a Mi 8-hoz a Mix 3 belsejében is egy Snapdragon 845-ös rendszer chip dolgozik, a Xiaomi Magyarország pedig hazánkban 6x128 GB-os kiszerelésben árulja a készüléket, a tárhely sajnos nem bővíthető, az elérhető mennyiség pedig nagyjából 110 GB. Igaz, hogy a Snapi 855 is már terítéken van, és hamarosan érkezik is a Xiaomi Mi 9, azonban a Mix 3 teljesítményére sem lehet panaszunk. Az Antutu benchmarkon a készülék 286.013 pontot ért el, a Geekbench 4-en pedig 2393 és 8937 pontot szerzett. A rendszersebesség az lenyűgöző, akadások abszolút nincsenek, de a különböző játékok futtatása során sem volt gond, kiválóan működik a GTA San Andreas, az Asphalt 9, a PUBG Mobile és többek között a Fortnite is, tehát bármilyen játékkal megbirkózik a készülék komolyabb melegedés nélkül. A radkommunikáció szempontból kétsávos Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GLONASS, Galileo és QZSS jellemzi, valamint van benne NFC is, tehát a mobil fizetés is kiválóan működik. Kamerákat tekintve a csúszkán van egy 24 megapixeles fő és egy 2 megapixeles másodlagos szenzor a portré selfie készítéséhez, illetve a sötétben való fotózáshoz van egy LED villanó is. A hátlapon ugyanazokat a kamerákat fogjuk találni, mint a Mi 8 esetében, tehát van egy 12 megapixeles f1.8-as rekesztértékű, 4 tengelyen optikailag stabilizált elsődleges szenzorunk, a másodlagos pedig szintén 12 megapixeles f2.4 rekesztértékű telefotó egység, amivel a készülék kétszeres optikai zoomra képes. Az autofókusz az nagyon gyors, a képek minősége pedig szerintem rendben van, bár a dinamika tartomány nem annyira széles, de ezen valamennyire segít a HDR mód. A telefonban van AI mód is, amit ki be lehet kapcsolni, de én nem vettem észre semmilyen lényeges különbséget a készült fotók között, szóval ezt nem nevezném annyira hangsúlyos funkciónak. Az éjszakai mód sok esetben hasznos, bár közel sem olyan jó, mint a Huawei vagy a Google algoritmusa, de ennek segítségével sötétben is többet lehet látni. Videók esetében 4K30 és 4K60fps rögzítésre is van lehetőség, valamint adott a Full HD 960fps lassított felvétel is, az elsődleges kameránál nagyon jól jön az optikai stabilizálás, a videók minősége pedig abszolút vállalható. Ilyen videót rögzít a Xiaomi Mi Mix 3. Ami viszont kevésbé vállalható, az az üzemidő. Ugyebár vannak olyan telefonok a Xiaomi kínálatában, amikben legalább 4000 mAh telep található, nos a Mi Mix 3-ba sajnos csak egy 3200-as telep került, ennek fő oka valószínűleg a slider, ugyanis ez elég sok helyet elvesz, meg hát a kisebb méretű Mi 8-ba is egy 3400-as telep került, tehát valószínűleg a slider az oka. A telefont inkább egynapos üzemidővel lehet jellemezni, nálam normális közösségi használattal automatikus fényerőn 3 órás kijelződő volt az átlag, illetve 1 nap és 10 órás használati idő. Szerencsére a gyors töltés az adott, a gyári töltővel QC3-mal lehet tölteni, de a telefon Quick Charge 4 Plus-t is támogat, ha veszel egy ilyen töltőfejet, akkor még gyorsabban is fel tudod tölteni, illetve ott van a 10 wattos vezeték nélküli töltés is, így ha már nem bírja több napig a telefon, legalább gyorsan fel lehet tölteni. Összegzésképpen a Xiaomi Mi Mix 3 egy nagyszerű telefon, kiváló az anyaghasználata, menő a design, nekem különösen tetszik ez a csúszkás megoldás, határozottan strapabíróbb, mint a motorizált kamerakiugrás, nagyszerű a teljesítmény, a fotók is korrektek, szép a kijelző, de hogy ne csak a jókról beszéljek, hiányolom az arcfelismerést, nem bővíthető, nem vízálló, nincsen jack csatlakozó, és üzemidő szempontjából is meglehetősen karcsú. Hogyha viszont téged ezek nem zavarnak, akkor egy kiváló társ lesz a mindennapokban a Mi Mix 3 is. Alternatívaként ott van ugyebár a Mi 8, kisebb kijelzővel, de nagyobb akkumulátorral, viszont ez nem támogat vezeték nélküli töltést, ezért is olcsó picit, illetve ott van a OnePlus 6T is hasonló teljesítménnyel. A Mi Mix 3 a Xiaomi Magyarország kínálatában 170.000 forintért vihető haza, hazai garanciával. Én itt szerettem volna ebben a videóban, ez lenne a Xiaomi Mi Mix 3. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!